Háló, sziasztok srácok, ez itt a konzol.hu, én pedig Zsidi vagyok, és ez itt újra egy kis Gran Turismo. Gyorsolgatunk kicsit, mert van egy kis szabadidő, menjen a live, megy a stream, megy a hülyeség, osszátok a videót. Na, mivel is kezdjük, menjünk egy Arcade Game-et, így kezdésből, bemelegítésnek. Van itt még jó néhány pálya, ami még nem lett befejezve, úgyhogy megyünk itt például, hát ez az első kettő megvan, jöjjön a harmadik. Megyünk Beginner-t, Intermediate és Professional szinten. Úgyhogy hadd szóljon. Választok egy jó kis kocsit. Megvan a 3 milliós járgányunk, a Red Bull X 2014 Standard. Yeah, hello, sziasztok! Manuál váltóval fogunk menni, tehát kézi váltó. Az egyik leggyorsabb járgány. Most jött az a patch-el, úgyhogy az új frissítéssel. Úgyhogy megyünk is, száguldozunk vele, megyek pár kört. Szia Tóth Tomi, üdvözöllek, üdvözlök mindenkit. Megy egy kis gameplay. Most, hogy így van egy kis szabadidőnk, úgyhogy bemutatom, milyen a 3 milliós, 3 millió kredites kocsi. Hát ugye mindenki azzal fog menni, egyenlő esélyek lesznek. Az értékeik kiválóak, tehát max speed 10-es skálán 9,7-es. Hát itt látjátok itt a bal alsó sarokban az értékeket. A játékban jelen pillanatban az egyik legjobb gépjármű. Itt fel van turbózva, látjátok. Nagyon sokba került a turbózás. És a turbó itt nagyon érdekes, mert itt az a turbó, hogyha, tehát itt nem fölfelé ment a fejlesztés, hanem lefele, mert annyira gyorsul az autó, hogy inkább a lassításra tették az upgrade-et, hát mondom, ez hihetetlen, mondom, olyan gyors a kocsi, hogy le kell lassítani. Tehát az a fejlesztés. Úgyhogy ez nekem egy... Ez egy újdonság, és ugyanez van a súlyveszteségnél is. Itt ugye 100-nál van a legkisebb érték, és 124 most a maximum. A fejlesztés nagyon-nagyon drága. Jelen pillanatban 2500 millage pont. Úgyhogy fel is költöm rá, és hogy látjátok, 806 kg-ról 851 kg-ra fog felugrani a lehetséges választás. Tehát itt a 124 át is váltott 131-re, ami ugye a kocsinak a súlyát jelenti, ott a bal oldali mutatón látjátok, hogy mennyire növekszik az autónak a súlya. Hát, hogy egy kicsit rosszabb értéket állítsunk be, nem tudom, ez aki nem bírja követni a játékmenetet, annak ez segítségére szolgál. Na, de elég is a beszélgetésből, toljuk neki. Az első körök igen érdekesek lesznek, ugyanis nagyon... Hát tegnap szereztem meg a járgány. Nagyon gyors a játékmenet, tehát igen, le is megyünk a pályáról, úgy hirtelen felindulásból, ez visszatopott a gép. Hát igen, egy pár próbakört kellett volna menni stream előtt. Ez is betolnak közben itt a versenytársa a kanyarba. Mennyi! Minden könnyítést levettem, tehát nincs vonalvezetés, nincs automata váltó, nincs traction control system, amit látni is.
Oh, nem állt odafigyelni. Két körös a, ez a verseny. Jelen pillanatban 13. helyen vagyunk. Úgy, hogy gyorsan megy az járgány. De hát nekem az upgrade az kell. Nem hiába vásároltam meg. A zene az gyári. Úgyhogy ezt nem én állítottam be, hanem ez a zene szól a játékba. Ne, itt már közben meg hajtű van. Hoppá! És itt a cél egyenesbe, baszki! Hát valakit kilöktem. Menj már! A kis rafinát még ki akart lökni, megfordult. Na hát itt kezdésből egy 6. hely. Kell lenne, hogy kell, hogy újra te játszol. Hát gyere be, mutass meg, hogy mit tudsz. Gyere be! Pedig a játék jó. Matthias Nelson közben itt írja a chat, hogy játék oké, és a grafika kevésbé tetszik, de ezért egész jó. Hát ezzel is vitatkoznék, ugyanis 4K-ba, hát 4K-ba iszonyatosan jó néz ki, tehát... Kálmánnal egyáltalán nem, sőt zavart, ha ő streamelt. Figyelj haver, tesó! Hát figyelj, nem én vagyok az embered, nem én vagyok, hát nem tudok mindenkinek megfelelni, bocsáss meg. Biztos te jobban csinálod, hajrá, mutasd meg mit tudsz. Kálmán nagy, menjünk online 1v1. Na már itt közben én szerintem te valami versenyző vagy, aztán most itt engem akarsz lepipálni, én elhiszem, hogy nagyon jó vagy ebben. De most itt, ez most nem a verseny helye. Volt pár, tegyél föl néhány pályaidőt, hogy lássuk screenshoton, hogy mit mutatsz, aztán arra megpróbálok válaszolni. Volt egy pár néző, aki ugye mondta, hogy hogy megy, hát úgy megyek, ahogy tudok, mint ész nélkül. Szeretek gyorsan vezetni. Én egy teljesen casual játékos vagyok, úgyhogy nem kell föltenni a mércét az egekbe, mert fölösleges. De hogyha valakinek az az igénye, hát figyelj! Üsd meg a mércét! Üsd meg a mércét! Mutasd meg, mit tudsz! De azért tolj egy lájkot! Told a lájkot, haver! Csak itt most bemutatom, mi is ez a GT Sport. Az egyik legdrágább járgánnyal. De hogy lehet száguldani. Mennyire real a vezetés, próbálom átadni.
ugye van gázpedálmutató, van fékpedálmutató, mindenet, ott van a műszerfal, azt kell nézni. Ez a minimum ott, meg is fordultam, jól van. Menjél, haver! Na végre. Én jelen pillanatban örülök annak, hogyha magamat túl teljesítem, tehát... Én nem teszem magasra a mércét, minek? Úgy is levered. Ha megugrod, akkor gratulálom. Van neki különböző GT Sport csoportok, ahol lehet menőzni, ott versenytársakra talál az ember, szoktak venni nagyon jó futamokat, én is szoktam lenézni egy csoportba, magyar GT Sport közösségbe, nagyon ügyes emberkék vannak, Kálmán nagy, úgyhogy ott találsz, ott az embereidre találsz. Harmadik hely, na ez is jobb volt. Tomi, Halli, hogy kell PS-t beállítani, hogy full screen menjen a live? Jól tudod, ne foglalkozz senkivel. Ez a szavvel, tesó. Matthias Terzo mondja, hogy nem tudja rosszul, Tomi, de lehetne jobb is, persze bele kell jönni, így van. Gyakorlat teszi a mestert. Na, harmadik hely. Ez nagyon megy ez a járgány. Jó. Megnézzük kicsit közelebbül a kocsit. Szuperszónikus járgány. Red Bull. Jó néz ki. Jó lesz. Na, megyünk Campage módot. GT League. Matthias, kezdesz egyre jobban nyomod. Ja, kösz szépen. Igyekszek. Na, van még itt nekem egy GR3-os Endurance Series. Itt egy GR3-os kocsival kell menni. Hú, de sok kör van itt. 30 körök vannak, meg 25. Ez érdekes lesz, mert itt már viszont a kredit az nagyon jó, 440. Első hely. 440 kredit nem jönne rosszul. Ugyanis a kreditek nagyon-nagyon fogynak. Na de hajrá! Megyünk egy 30 kört. Na itt van a GR3-os járgányok. Én egy Lamborghini Huracánnal megyek. Nekem ez az egyik favorit. A Monza pályán fogunk menni, mint az állat. Aztán majd lesz valami. Ugye lesz tankolás, lesz depó, lesz kerékcsere. Úgyhogy ebben is van nagyon sok minden, mint a Forma 1-ben. Nagyon rég volt már Forma 1 stream is, de majd idővel, majd azt is beizzítjuk. Én szerintem a Forma 1 a versenyautó királya. Na de, hogy itt menőzzek itt, itt Nagy Kálmánnak, ha már egybe-egyezni szeretne. Itt ki van kapcsolva minden, minden segítség, minden off-on van, nincs ellenkormány, nincs vonalvezetés, mindegy, nincs semmi bekapcsolva, valóság, az egész, hadd szóljon. Mit érdekel?
Na, Monza, jönnek a repülők. Lendületből indulunk. Gyerekek, az első kanyar kinyír. Lamborghini. A Red Bull-os kocsi után egy kicsit szokatlan. Nincs olyan tartása. Egyenesben nagyon erős, szállt a kocsinak az erőssége, hogy egyenesben nagyon megy. Hát ez jó hosszú menet lesz, hogy látom. A kerekek kopnak, benzin fogy. Á, hoppa, hoppa, itt nem lelassítottunk. Nem lehet odafigyelni. Ja, van egy pár gép. Matthias Nelson. A YouTube csatornánkat is meg tudod nézni. Van egy pár gameplay. Meg elkezdett gameplay, végigjátszások. Úgyhogy ott van egy-két dolog, van egy pár másik game is. De nekem most a favorit a GT Sport. Szerintem PS4-re most ez a number van. Ajánlom mindenkinek. Jó, ez a sikán. Ez a sikán, ez kész. Nem baj, vannak még körök. Ez a harmadik kör. Egy idő után már simán ráfekszik a pályára, aztán csukott szemmel. Én már itt is gyakorlás a Lamborghinivel. Ne fordulj meg!
Belső nézet van? Persze, majd mindjárt mutatok az egyenesbe. Megnézzük a belső nézetet. Tolj ki! Gazda! Már csak félig van a tank. Közben valaki már kimegy a depóba. Kerékcsere, tankolás. Szerintem a következő körben vagy az utáni dal szerintem nekem is ki kell menni. Ez a sikán, ez nagyon veszélyes. Itt sajnos a féktávot még be kell lőnöm ezzel a kocsival. Baszki. Kisodródtunk. Kisodródtunk. Basz meg. Ez megy ez. Ki a homokágyra, bassz meg, mennyi! Mennyi! Mennyi be! A belső nézet az igazi. Nem rossz a belső nézet amúgy. Egy darabig mentem is, de... nem tudom, nekem kicsit bezavar. Hogy tisztább a kép. De amúgy úgy lenne az igaz, igen. Köszönöm.
a következő körben szerintem depó lesz. Részesen fogy a benzin. Üzemanyag. Megy a kóla. Thrustmaster T150-es kormánnyal megyek. Úgyhogy az egyik legjobb árérték arányjal rendelkezik. A T300-asról nagyon sok hibát hallottam, hogy nagyon sok a gyári hibás. Viszont a T150-es szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ne fordulj meg! Hát egy csába, bazd meg! Megfordult, ez is. Mennyi? 5 perc. Elmennek! Elmennek! Mekkora fail! Srácok, menjen a like! Mekkora fail! Nem, majd megyünk a depóba, kis pihenő nem árt. Elváltottam! Közben kinyírjuk a motort is. Jó lesz a médium. Na! Tibor Szaticsán, jaj, a PS4-en toljuk. Fú, zene az nagyon volt. Zene nagyon volt. Na, visszajövünk az előkelő 18. helyre. Mumus sikán, ez az. Ez itt a mumus kanyar. Épp hogy csak meg volt. Hosszú ez a menet. Nem is tudom Forma 1-ben mennyit mennek, 71-et talán ezen a pályán. Thank you.
volt ő, tehát penalti lesz. Ó, bazd meg, lementem a fűre. Befoglalják az egész pályát, a versenytársak. Na, a kocsit kihúz a szarból. Ez jó. Keresztbe, kilincs előre. Yellow flag. Valaki elszállt. Valaki itt van a pálya szélén. Játékos társ. Versenytárs. A sikán. Ilyen a sikán. Satófény. Tönkre tesszük a gumit. Mennyi? Mustang. Gyereki! Gyereki! Az előny elveszett, mikor Sodrócki. Hogy hívják az ukrán crossmotorost? Ja, már előttem point, jó. Mikor Sodrócki. Mikor Sodrócki? Zene megvadult. Sikán. Megvolt. Megint. Jó, mi ez a zene? Vadulás. Nyomjad neki! Ó, nagy fék nyomok. Lemegyünk megint a zöldre. Húzzál bele. Jövünk szélárnyékba. Hogy csak kihúz a szarkóba. Valaki megint fennett a sikámba. Jó.
Majd szerepül mindenki a sikán. GT Sport. Itt a konzol.hu. Megint kavicságy, de kavicságyok! Hozz meg ezt a kanyart is! Hozz meg ezt a kanyart is! Hatodik hely! Szépen kezdünk feljönni, és megint valami szarság. Ha nem figyelek oda, a koncentráció elvész. Lámpaláz, mi egymás, koncentráció, szemkész, koordináció, szétesett. Esik el, bassz meg! Mi van itt a izék, vannak a pályán, bassz meg a bóják. Valaki már szétrombolta őket. Mindenki úgy megy, ahogy tud. Satufék. Zuckerberg! Hol vagy Zuckerberg? Na ez az, ez az. Hármas van. Hármas, meg ez is sok lesz. Ötödik hely. Nem rossz. Az első kereket szinte kinyírom. A nagy fékezések. A nagy fékezések. Hát pedig kerékcsere nem most lesz. Nem szeretném, hogyha elszállna. Elszállna a bal első. Ez egy nagy fékcsipot, meg én generálom ide a pályára. Nagy fékcsipokat.
Ó, bal első nagyon kopik. Nagyon-nagyon kopik. Hova megy? Hát hova ment ez a versenytárs? Átment mindenen. Be akart vinni az erdőbe. És sokan szeretik, hogyha megy előttük egy autó, mutatja az irányt. Hát most megmutatta az irányt. Jövünk fel, negyedik hely, nem rossz. Kicsit lassabb tempók vagyunk, mint előzőleg, mert itt már kétszer kicsúsztam. Nee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 e
oda az elő sikános kavicságy, az meg Paul McCarty, mi ez zene? Amelyik én is között pályáló. Átvettük a vezetés stílusát a előttünk lévőnek. Annyira utól akarom érni, hogy elmen váltok össze-vissza, nyírom a motort. Nem már ki akarok menni a depóba.
az első helyzet bent van depóba. Jól vagyunk maradva, mert nekünk is ki kell menni. Van még egy körünk, aztán mi is kinézzünk. Berakunk új gumikat. Sikán 56-tal kell bevenni, 56 km per órával kell kanyar bevenni. A sikán az trükkös. Lamborghini Huracán. Jó, megy. Nem a legjobb, de... És kimegyünk. Gyorsan kerékcsere. Milyen médium? Médium, ja. Kéne még 12 körre, hát eddig 7,8 kör, 9, 10, 11. Hát! Hát! Hogyha spórolunk kicsit benzinnel, akkor talán meg lehet, akkor nem kell kimenni még egyszer a box utcába. Kicsit figyelek a kerékre is, hát ha megoldjuk valahogy. Endurance Smith, ez a játékban az egyik legnehezebb kihívás. Nagyon gyors autókkal kell menni, és nagyon sok ideig tart egy verseny. Thank you.
teljesítőnek a cél, dobogós helyezés. Nem engedd el, sorry. Sorry. A benzin adagolás szerintem majd vissza fogom venni. Hogy kitartson az utolsó körökre. Van még 9 kör, eléggé húzós. Yellow flag. Valaki kiszáll. Az sikámba. Ismét. Sajnos nem egy előttem lévő volt. Itt valakit már közben köröztünk. Lehet kéne még egy kis power. Itt már szerintem lekörözött versenytársak lesznek én szerintem.
közben a Rocky adja... Best! Na, végre volt egy best is 1.48. Mentünk egy leggyorsabb kört. Harmadik hely, ez jó. Itt már van valami. Aki kiment, a sikámba kicsúszott. Hoplánszik, te vártuk. Na, a Rocky adja az adrenalin, ez jó. Ne csúsz ki! Ennyi! Ne! Ó, bazd meg! Yamazaki! Yamazaki, bazd meg! Hát mi volt ez? Spori! Hát mi volt ez? Összeesküdtek ellenem. Nem baj, van még két kör. Aki mögöttem volt, ilyen negyedik helyezett, nagyon el kell menni valahogy. Visszát kell vennem a benzin üzemanyag fogyasztást. Nem szeretnék még egyszer kimenni a depóba. Bocs! Engedj el! Jégzászlóm van, kösz! Vagy neked! Yamazaki! Megint lementünk a pályára, szétesett a koordináció a futam végére. Sok a gáz. Itt már kereszt. Akkor szóljál le innen. Ez az állj belé! Te gané! Hol ad a dal? Mi a kiment? Kiment a depóba. Sikán! 62-vel. Lamborghini Huracán. Ez a gépjármű. Nem rossz, de... Én a Red Bull 2014 standardre szavazok. Ami jött az újabb frissítéssel.
hol lehet a második hely? 11 szekkel előttem, fasza. Hát ez nem most lesz. 11 szek. Tízszek. Nagyon kell menni. Az üzemanyag nem tudom, hát talán meg lesz. Kerekekre is vigyáztunk úgy, ahogy jobban, mint az előbb. Az üzemanyag, hát a felénél van. Reméljük, hogy kitart, itt újabb legkörözött versenyző. Az igen! Ez! Bazd meg! Sikán! Faszom! Szar az egész! Megint egy fos! Sikán, bazd meg! Nem igaz, hogy egy szuperszónikus autóval kettővel kell menni, bazd meg. Kibaszott kanyar miatt. Szóval. Sikál. Ne fordulj meg. Hú, a futam végét teljesen szétesett a koncentráció. Nézd, hogy ezt már be tudjuk a dobogó legalsó fokával, ha minden jól megy. Ja, ahogy látom, meg is nőtt a második helyezett, és én közöttem a távolság. A 10 szek, a 16 szekre múlt. Szekre nyújt, kettőnk közt a távolság, ami azt jelenti, hogy szerintem a sikámba a második helyezett kicsúszott. De láthatja, jól megyünk, akkor ebből még akármi is lehet a három kör alatt. Úgy látszik, kiment az első helyzet is tankolni. Ez nekik a harmadik tankolásuk. Hát én megpróbálom kettővel befejezni a versenyt. Még egyszer ki nem megyünk a kavicságyra. Közben beindul a Rocky megint. Nyomjátok! Kiment a második helyzet is. Én vagyok a második helyzet. De az első ez kibaszott tudelme, ahogy látom. Hoztunk valamit. Közben itt a sikán kettővel.
látom is a következő problémát abban a két körben, mégpedig a legközelebb versenytársak, akik akár meg is nehezíthetik a dolgomat. Itt már ellenkormány volt. Ne! Ez az, dobd vissza! Menjél vissza az útra, Horkovicsár! 5-szer, 2-szer. Itt van mögöttem. Mögöttem van. Fú, a második, harmadik helyi megküzdelem lesz az utolsó körökben. Nagyon jön. Látjuk a jobb alsó radaron. Hát úgy érzem, hogy ezért a második helyi meg kell küzdenem. Bazd már! Nem az a kül. Nem az aki, bazd már! Nem az aki! Banzai! Elkapott plusz egy perc. Ki kapott? Én kaptam, bazd. Hova? Fail, bazd meg a futam végére. Mekkora fail? Negyedik hely, geci, gyerekek! Szétesett a futam végére. Fújt már ellenkormány. Vissza kell tenni powerre. Nincs üzemanyag. Aktározás elég volt a hülyeség. Menni kell. Menjél már! Még a dobogós hely se lesz meg. Utolsó kör. Dobogós hely. Meglök, bazd meg. Meglököd. Gani, és leküld. De nagy a harc a dobogóé, kérem szépen. Persze, hogy be kell tenni egy lassítót elé. Menj már innen. Bazd meg.
Hát, ez a harmadik helynek néz ki. Harmadik hely. Fú, ez 30 kör, ez rengeteg volt. Bronze Endurance League. És lemaradtam több mint egy perccel, 1 perc 17 másodperccel a legjobbtól. Úgyhogy... Na, jött vagy, mit tudom én, 120 000 kredit, vagy 150. Na, ez is megvolt, a bronz az, hát, jobb, mint a semmi. Ezen még gyakorolni kell, 30 kör, ugye első helyez 440 ezer, második egy 230 ezer krit, és a harmadik egy 130, akkor 130-at kaptunk. Hát, ennél több kéne. Na, de srácok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és itt voltatok konzol.hu-n. Nem tudom, mikor lesz legközelebb stream, remélem hamarosan, amint az időt engedi, jövünk, streamelünk, megy a hülyeség, megy a gameplay. Na, de srácok, még egyszer köszönöm szépen, legyetek jók, sziasztok!